Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és hasonló módon nagyon sok szeretettel köszöntöm a növényi családot. Ott az én jobbomon Szabó Krisztinát, ugye? Igen. Itt növényi Nándor, és Noel is vagy? Azt használod? Igen. A Noelt, igen? Nagyon növényi Nándor, Noel. És melyik tetszik jobban? Növényi Nándor. A Nándor? Csak így? Hát akkor ez a Noel, ez csak ilyen dísznek van ott? Nem tudom. Azt azért mondjál, mondd el, hogy hanyadikos vagy. Másodikos. Másodikos. Ilyenkor a suli eredményekről kérdezzelek, vagy azt hagyjuk? Hagyjuk. Hagyjuk? Pedig nagyon jók. Na mindegy, akkor ezek szerint egy szerény gyerek vagy. És hát utoljára, de nem utolsó sorban az egész ország kedvence, Növényi Norbert. Én azt hittem, pedig csak a tiédé vagyok, de hát most megleptél, és ez boldoggá tesz, hogyha te ezt így gondolod. Hát az enyém is, hogy bár egy ideje egy kicsit ilyen rezignált vagyok ebben az ügyben, mert ugye volt egy nagyon kedves beszélgetésünk, amikor volt, mondom arra, hogy őt ugye úgy hívják, hogy a hölgyet, hogy Szabó Krisztina. Tehát ő nem viseli a nevedet egyébként? Nem viseli a neve, mert túl nehéz. És ilyen terhet nem rúgok rá, nem teszek a vállára, tudod? Gondolkoztam ezen a dolgon, hogy most ugye... Mit csináltam, ne arra ugye, mit csináltam? Gondolkoztam. Hát olyan dolgokat tudsz megrepszte mindig engem, de tényleg? Hát ez a science fiction, és teljesen véletlen, hogy ma engem vőlegénynek öltöztettek. Tényleg? De komolyan, és arra voltam kíváncsi, hogy fogok egyet tesztelni, hogy ha én most ezt odaadom a Krisztinának, akkor én a szívemet adom neki? Igen, szerintem meg a fél életedet. Még megtámadnál engem? Dehogyis. Nem? Meg odaadom a számomat. Hát fél valamit valami élet. Nem úgy van az, hogy csak úgy ügyel, nem úgy van az. Na, szóval itt van egy csodálatos család, és itt Krisztina, te csodálatos hölgy. Ez nem egy szubjektív, hanem ez egy teljesen, hogy is mondjam, statisztikai minősítése. Na, de ebben nem mondtad ilyen, most komolyan most idejössz engem egy műsor, és onokat mondasz, amit tudok, hiszen ezért van velem. Na jó, arra vagyok kíváncsi, hogy és ő miért van veled, hogy kezdődött el ez az egész történet. Hát, jártam a kuk intézetében, és nem látott rendesen tudni. És azt kell elmesélnem? Nem kell semmit elmesélned. És itt fejezzük is be ezt a dolgot. Rossz irányba indult ez a dolog. Hogy hogyan ismerkedtünk meg? Igen, igen. Hát egy közös baráti kapcsolat voltam miénk. Ne hozz már ilyen helyzetbe. Megismerkedtünk és kész. Ez most ez... Mondjam? Na jó, azért azt meséld. De hogy én maradjak csöndbe. Tehát volt egy közös barátotok, odáig tudom a történetet, és onnantól kezdve mi volt? Te mit képzeltél róla, hogy milyen pasas? Nem, hát én a Norbit igazából persze én is ismertem. Ismertem ugye a tévéből, de azért meg ismertem őt hallásból is, meg az öcsém az kutyatenyésztő, és például járt arra nálunk, tehát ott kutyákat nézett többször, de végül is jó, csak tetszett a Norbi. De amikor megláttam, akkor persze, élőben, amikor megláttam, akkor meg pláne, hogy tetszett. Én ugyanis szeretem az erős, nagy darab embereket, és jó. Nem tudok én erről beszélni. De Krisztina, fitness tréner vagy, ugye? Ezt jól tudom? Zumba fitness oktatok, igen. Te is egy sportember vagy tulajdonképpen. Igen. És neked a múltadban hogy szerepelt a sport, amíg idáig eljutottál, hogy fitness tréner legyél? Hát én gyerekkoromban nagyon szerettem táncolni. Jártam is jazz-balettra, ugye régen még az volt a nagyobb divat. Hol gyerekeskedtél? Gödön. Gödi vagyok, az igen. Az nagyon jó. Hát akkor az ilyen pesti vonzás körzet, stb. Igen, azzal a tánccal kezdtem, de kipróbáltam sokféle táncot. A versenytáncra is jártam, írtáncot is tanultam, de a legjobban ez a jazz-balett, tehát ez fogott meg. És mivel én nagy családból származom, tehát az annyira... Az mit jelent, hogy hány tesód van? 14-en vagyunk testvérek. 14-en? Igen. 14-en, és sajnos a szüleim már nem élnek. De mivel én nagy családból származom, tehát azért a szüleim annyira nem tudtak támogatni, úgymond, hogy most foglalkozzanak ezzel, és akkor mivel sokan vagyunk testvérek, így az egyik bátyám az úgymond felkarolt ezzel kapcsolatban, és akkor ő beíratott engem táncolni, és akkor innentől kezdődött az, hogy na, komolyabban vettem. Nagyon jól is ment ez nekem, mert
Tehát elég fiatalon, 14 évesen még oktattam is a csapatot ott, ahova jártam. De ez ilyen társas tánc volt? Tehát, hogy keringőt tanultatok? Nem, ez a jazzballett. Ez már a jazzballett volt, igen. Uh-huh. Tehát én igazából nagyon szerettem táncolni, de nem tudtam ezt annyira kivitelezni. Uh-huh. Tehát nem kaptam olyan támogatást. És igazából, tehát én csak jártam táncra, mindenféle tánc érdekelt. És igazából, amikor ugye a Norbival megismerkedtem, megszületett a Nándi, másfél éves volt a Nándi, és akkor bejött ez a Zumba Fitness, és akkor én arra elmentem, eljártam órákra, egy évig jártam, és ott mondta nekem a akkori táncoktató, hogy miért nem megyek el elvégezni ezt a Zumba Fitness-t, és akkor én ezt elvégeztem. És akkor igazából ebbe a zumbába kiélhettem magamat, és megtaláltam magamat. Mert ugye itt sokféle táncot mutatunk be. A szalszától kezdve a merenge, kumbia. Tehát igazából ebbe a táncformába megtaláltam magamat, és igazából itt kezdődött. És akkor én elvégeztem az edzőképzőiskolát is. Itt és a most kamera jelen... mögött a Viktor kollégám, ő egyébként nagy ilyen zumbás, szóval úgyhogy ő tudja, miről beszélsz. Itt mosolyog is rendesen, csak őt nem tudjuk mutatni most, de tehát igazából zumbás. Mondom, ebben megtaláltam magamat, tehát ebben kiélhetem magamat, és akkor ezt most már azért úgy 5 éve csinálom, csak most jelen pillanatban megint nem oktatom, mert most ugye orvosházán laktunk egy évig, ott nagyon szép csapatot felépítettem, nagyon szerettem a lányokat, ők is engem, és akkor most, tehát egy évet laktunk ott, és ugye most visszaköltöztünk ide Budapestre, és akkor most újra kell kezdenem. De most már lehet, hogy nem is a zumbát szeretném, hanem majd egy teljesen más, de ugyanúgy táncos órát fogok csinálni, és én úgy gondoltam, hogy magamtól, tehát kitaláltam egy nagyon jó táncos órát. Mert én azt vettem észre az 5 év alatt, tehát az a tapasztalatom, hogy nagyon kedvelik az emberek ugye ezt a táncos órát, mert úgymond nem olyan megerőltető, de mégis mozgunk. Ugye minden korosztálynak ajánlom és ajánlott. Hát most mondjuk a torna, idézőjel torna, tehát a fitness helyett egy olyan megoldás, hogy ez ilyen táncos fitness igen, tehát igen, hogy egy igen, ilyen testezés is, meg táncos. Igen. Norbi, hajlandó vagy arról beszélni, hogy, mert ugye ez egy nagyon érdekes hír volt, hogy te leköltöztél orvosházára, és akkor nagyon sokat vártak ott tőled, hogy mármint, hogy a nagy közönség azt hitte, hogy ott te fellendíted ott a birkózást, és a többi, és a többi, és aztán most egy év alatt visszajöttetek. Tehát több lehetőség is volt eredetileg, amikor nem mentem, hiszen ott a Délbékési Mentőcsoportnak voltam az egyik szóvivője, ráadásul ott van a nevemet viselő alapítvány, amelyik a gyerekek fejlesztésével foglalkozik, és arról volt szó, hogy tudunk ott csinálni egy közösportcentrumot. Tehát az végül is ez így nem sikerült, nem úgy jött össze, és hát ezért jöttem, mert nem tudtam csinálni azt, amit igazából értek, hogy szeretek, tehát a sportot. Nem tudtam a gyerekekkel foglalkozni, és most ide visszaköltöztünk, most megint van lehetőség, bár nekem szerencsém tekintetben, mert Dunakeszi nekem volt a Növényi Sportakadémia professzionális, illetve nem volt, hanem van is, és nagyszerű eredményeket érnek el a gyerekek. Most már én ugye 11-12 éves korig nem engedtem versenyezni gyerekeket, most másfél éve kezdtek el másik két éve versenyezni, és egyre jobb és komolyabb eredményt érek el. Ez a birkózás, de a grapplingben már a felnőttek volt már több világbajnoki aranyérem, ezüstéremből az érmesünk is van, és van egy barátom, aki ugyanígy a Növemet Viselő Akadémiát viszi Sopronban, a Babozoli barátom, és ott is van egy növényi professzionális sportegyesület, és hát lent akartam csinálni egyet orvosházán, hát ez ott nem jött össze. Igazából az, mert nem is találtunk olyan helyiséget, tehát nem volt. Ráadásul én nem akartam ott bekeverni, ott már egy birkózás, már 110 éve, hiszen apám is ott birkózott, 60-63-ig aztán elment Pankrátónak, és ennek hatására csinálta meg egyébként 62-ben, és alapította meg a budapesti Spartakusz birkózó szakosztályát. Tehát végül is ott nem lett, tehát ott nem akartam bekavarni, a saját nevemben akartam csinálni egyet, de aztán az élet úgy hozta, hogy nem jött össze, és... Egy évig ott voltunk, aztán most jövünk vissza. Igazából a családnak nehéz ez, mert itt is a Kriszti két helyen is csinált már zumbát oktatott, és itt a csapatot föl kellett hagyni miattam. A Nándinak azért volt nehezebb igazából, mert az óvodás barátait hagyta itt, de és most ugye kicsit szerényebb, de el kell, hogy mondjam, és nagyon büszke vagyok, mert én folyam első volt ő most orvosházán, az elsőbe, de most ittól vagyunk, itt is szeret lenni.
Csömrön vagyunk most. Na de tényleg egyébként meglepő, mert én is tudtam, hogy jól tanul, és mondta, hogy az nem fontos, vagy valami hasonló. Aztán átugrott a témát, a választ. Egyébként nincs olyan gond, tehát neki nagy a, én nem is nagyon erőtett, mert neki nagyon nagy a megfelelési kényszere, de megfelelő vagánság is benne van, csinál mindent, tehát vele nincs benne egy nagyon nagyszerű kis fickó. Úgyhogy vele nincs gond. Kriszti, teljesen más dologról kérdezlek, mint aminek a szakértője vagy, hogy én annyit gondolkoztam ezen, hogy a Norbitát, Növényi Norbert, olimpiai bajnokunk, nagyon népszerű ember, nagyon sok mindenben nagyon jó, kommunikációban is nagyon jó. Neked mi a véleményed, hogy talán azért nem hiszik el, hogy a birkózásban olyan nagyon jó, mert más dolgokban is nagyon jó. Mondjál nekem valamit erről, hogyha én most gondolkodnék azon, hogy ő nem tudom, a Nemzetközi Szövetség alelnöke legyen, tehát hogy ő mennyire ért a birkózáshoz? Ez jó kérdés. Hát szerintem a birkózáshoz ő nagyon ért. Tehát nagyon-nagyon szerintem a legjobb. És igazából én szeretném is, hogyha... Ez egy jó kis családi megbeszélés is lesz, hogy csak mondom. Igen, ez úgy néz ki, hogy ilyen egyszerű. Nem, az egyet tisztáljunk, tehát én nem... foglalkozok az ő dolgaival ilyen tekintetben, és ő meg nem szól az én dolgaimba. Tehát ő látja azt, hogy én megyek, jövök és sokat, de igazából... Na most én nem sokat jártam be a termébe se a Norbinak, tehát... Na, a Nándi azért kicsi volt, tehát tegyük hozzá, és ugye én nem jártam be a Dunakeszin, amikor megnyitotta az első növényi akadémiát. Én nem sokat voltam ott, tehát szinte semmit. Semmit. De tényleg... De hát azt beszélik, hogy csodákat tett, úgyhogy akkor biztos, hogy nagyon fontos. Én nem én szerint, ez egy következő, tehát azt tudni kell az, hogy a 6 vagy a 8 éves gyerekektől a 15-16 éves korig bárki bármit elérhet, nemzetközi szinten is. Ugyanis az egyetfejlődés szempontjából hihetetlenül nyitottak és fejlődő képesek a gyerekek. Tehát bárki, nem becsül leve az eredményeiket, de bármit elért. Ami igazán nehéz, az a úgynevezett adolescencia, másképpen a posztpubertás, tehát a fiatal ifjúkor, mert az már egy lépés a felnőtthez. És ott már nehéz. Tehát gyerekkorban eredményt elérni és csodát, ez egy butaság. De miért nehéz, másfele fordul az érdeklődésük? Vagy? Teljesen más. Ma ott statisztika például Magyarországon azt mondja, amikor a serdülőkorban vannak a különböző sportákban, legyen az bármi foci, küzdősportág, tehát csapatport, bármi, a 75%-a abba hagyja a sportolás, az aktív sportolás, és ez brutális nagy dolog. Nagyon, én nekem meggyőződésem az első sorban, az első, a legnagyobb gond az, hogy a korai versenyeztetés ez befolyásolja. Elmennek a motivációk, belefásra a gyerek, ezt hívják korai szakosításnak is egyébként, hogy nem ezerféle dolgot csinál a gyerek, mondjuk úszik, kosarazik kéz, hanem egy sportág is azt erőltetik neki, mert akkor a szülő, meg az edző elmondhatja, a szülő is egyébként, mert a szülők a legborzasztóbbak, a saját képére akarja formálni a gyereket, amit ő nem sikerült azt a gyerekre, és ilyenkor a gyerek mit csinál, vagy belelép ebbe a dologba, és akkor hogy meg legyen a szülő szeretet, ezért elkezdesz csinálni, és ebbe beleőrül, és belerokkan. A másik, vagy ellenkezálni, és nem akarod csinálni, akkor meg a szülő érzi azt, hogy csalódott a gyerekében, és nagyon nehéz a gyerekeknek. És sajnos így, tehát nem az van, hogy segítjük a gyereket, és nem az ő szükségletét veszük figyelembe, az ő képességét, adottságait, és ennek megfelelően követelünk, visszük előre, vagy segítjük, hanem azt, amit én kitaláltam, és kész. És ilyenkor a gyerek elveszik ebbe a felnőttek világába, mint hogyha te bemennél 8 éves közé, és hallgod a beszélgetést, és idő utasod, hogy hol vagy, mert nem érted őket. Tehát ez egy normális dolog. Tehát azért mondtam, hogy gyerekkorban versenyként csodákat csinálni nem nagy dolog. Felnőttben már sokkal nehezebb, hogy ott megtartsd a gyereket, hogy megmaradjon az a motiváció, és hogy föl tudjon készülni. Egyébként meg a versenysport egy érdekes, mert nem kiválasztják a gyerekeket, hanem a gyerek magától kiválasztódik. Tehát azt meg lehet mondani, hogy kiből nem lesz eredményes sportoló, de az, hogy kiből lesz, azt nem lehet. Mert aki kényszerből megy le, nem csinálja, nem jelzés, hát abból egyértelmű, hogy nem lesz. Csináltam két olyan filmet is, ahol szó volt ezekről a dolgokról, tehát a tehetségekről, és hogy egy adott mondjuk 10 fős csoportból, nem 10 fős csoportból, hanem mondjuk egy 50 fős csoportból, az 5 legtehetségesebb közül 2 az elment. A gyerek, ha bemegy az iskolába, és ott tanul,
hogy jó tanuló vagy rosszul tanuló, az nem attól függ, hogy mert a tantárgyért megy tanulni, tehát nem a tantárgyról, hanem a személyiségétől a tanárnak. A tanár személyiség olyan, akkor a gyerek hissza a szavát. Gondolom, neked is volt olyan tanárnak, itt olyan jól emlékszel vissza. Igen, mert, igen, igen. És van, aki azt mondja, hogy ő Isten, bár más lett volna. Tehát az edzőnél ugyanez van, ha nem olyan az edző személyisége, ráadásul még a szülő is kényszerből, aki már a gyerek nem azt szeretné csinálni, hanem valami mást, akkor szerint abban nem jön ket. Előbb-utóbb akkor fogja magát, és eljön abba a kor, amikor önálló lesz. Általában a 10 éves kor az, ami ilyen elég veszélyes itt a gyerekeknek, mert addig az úgynevezett heteronom erkölcs a lényeg, amikor a szülő teszi a szabályt, és akkor az megmásíthatatlan. Megpróbálja megszegni a gyerek, de nem. És akkor jön az anatom, az a 10 éves autonóm erkölcs, amikor már független, akkor már meg kell beszélni a gyerekkel, hogy most mi legyen, hogy legyen, mert a gyereknek az önállóság akkor már sokkal nagyobb. És ott már nagyon nehéz. Viszont ha egy 10 éves gyerekkel az ember tud beszélni, az kinyílik, és csodákat lehet vele hozni. Hát csak meg kell tartani. Szívügyed a birkózás. Nem a birkózás, Kriszti, a sport. Hogy... Tehát nem csak a birkózás. Hát az is persze, hát egyébként meg az ember megjelenésre a földre egy idős a birkózás. Hát az élelemért, a egymással való küzdelemben is már birkózó technikákat alkalmaztak. Tehát ez egy, és ráadásul természetes alapvető mozgásokon alapszik. Hát mi az első reflex a babának is a fogó reflex, ami bejön. Tehát ez egy normális dolog. A Norbinak ez hivatása, tehát ő éjjel-nappal otthon is agyal ezen, hogy lehetne nem. Jobban, nem? Tehát ott nincs ilyen, nincs nem. Ilyen. Na akkor nem. Azt áruld el, hogy otthon, amikor mondjuk van egy ilyen heti háztartási beosztás, ugye, hogy a gyereket kell vinni, hogy esetleg bevásárolni kell, és a többi, ő milyen módon aktivizálja magát? Hát a Norbi sokat eljár ugye otthonról, tehát nem sokat van otthon, de amikor otthon van, akkor nagyon elvonul a kis dolgozó szobájába, igen, és akkor hát gondolom a dolgait intézi, nézi, és meg verseket ír. Tehát így igen, szeret én elvonulni. Igen, többször. Szeret igen? Elvonulni, igen. És te meg ott a konyhában? Én meg mindent csinálom. Nem de én veszem ki a nagyobb részt, persze, hát a gyerek. De én ilyenkor iskolába, nagyon szívesen segítenék haza, neked de a most már, remélem, most már eljutunk oda. Igen. Már kezdi. Hogy mondom. Ugye a Nándika most már 8 éves lesz, és ugye mi nem erőltetjük rá ezt a birkózást, abszolút nem. De persze szeretné az apukája, hogy küzdősporttal mindenféleképp, tehát ez én is úgy gondolom, hogy ez alap. Amúgy a birkózás meg azért jó, mindig mondom neki, mert az játékos, tehát... Ott teljesen az alapok megvannak szerintem a birkózásnál. Jó, akkor hogy nehogy az, hogy én nem csak otthon semmit, ez nem így működik. Az elmúlt időszakom ez nagyon bonyolult és hosszú nem, volt. Nem, de erre rengeteget kellett menni. De... Sok mindent csinálsz. Azért akkor beindul, látod? Akkor, éreztem, akkor beindul, amikor rólad kell egy ilyen kis szolid kritikát. De nem is mondott ki semmit, csak... Kirakod az inget, hogy vasaljam ki. Látod például? De ha nincs ott, akkor én vasalom. Tehát, persze, hát, ha nem vagyok otthon, én nem tudok mit csinálni. Tehát amikor naponta vagy hetente 3 napot megyek 6-700 kilométereket, tehát én azt gondolom, hogy akkor az ember nem abba foglalkozik, bár hazamegyek otthon, azon elmosogatók, mert tehát ilyen dolgokat, vagy ha kell, akkor megkérdezem, mit vegyek, bevásárlók, tehát ebben nincs. Például. Tehát ezek normális dolgok. Vagy például vagy a gyereket viszem, volt egy kis balesete az iskolában, és pont én nem voltam otthon, és akkor hívtam a Norbit, és azonnal ment a gyerek. Jó, hát figyelj, nálunk nincs, tehát ebben vita sincs. Tehát egy automatikus dolog, hogyha valaki nem ér, akkor a másik átveszi a feladatát. Tehát ez egy normális dolog. Na, Nándit kérdezzük meg gyorsan, hogy mi volt ez a dolog itt 2 hete? Történt a suliban ez a kis baleset? Akkor mi történt? Tudod, mikor elestél. Játszottál gyerekek? Hát a iskolába játszott, egy kis botért akartam el. Futni? Igen, és aztán a kőpadba kint az udvaron elestem, puff, belevertem a fejemet. A kőpadba? Hú, az nagyon durva. De már jobban már van. Már jobban vagy? Csak még már van egy kis igen, púpom. Itt az óra volt, aha. Neki meg itt van még egy pici heg. Aha. De itt olyan kemény. Hát ilyenkor egy férfi ember is elbőgi magát. Elbőgtette is magad? Hogy ezt most nem valljuk be. Nagyon szigorúan nézel. Akkor ezt passzolom ezt a kérdést, jó? Akkor nem, ilyet nem kérdezek, jó? A kedves nézőknek annyit azért hadd mondjak el, hogy ugye
felkészítettünk téged arra, hogy itt ez a bácsi, aki itt ül ennél az asztalnál, ez fog majd butaságokat mondani, meg majd viccelődik apuval, anyuval. Tehát ezt tudod, hogy ugye mi itt most, hogyha ilyen hókamókákat mondunk, hogy szívesen segítenék mosogatni, meg ilyesmi, hogy ezeket vízből mondom természetesen, ugye? Egyébként most nem akart jönni, úgyhogy azért egy kicsit most visszafogottabb. Igen? Nem jönnék ki, ki szokott nyílni, azért nincs ebben gond. Igen. Na néznek, hogy nézzel meg. De mondom, te, olyan nézése van neki, hogy azzal így mindent elmond. Azt tudod, hogy a papa milyen jó színész egyébként? Láttad a filmekben, amikben szerepelt? Igen, megném voltál. Szörnyű egyébként, hogy megném. Igazából érdekes, mert én szoktam neki mondani, hogy nézzük meg apát, és nem akarja. Tehát most van neki egy olyan korszaka, vagy nem tudom, ő még most ezt így nem akarja. Aha. Nem akarja megnézni. De már most már tudja, hogy... Ez egy nehéz időszak egyébként most. Most már egy ilyen váltó korszakban, és ilyenkor már nagy az arca is egyébként. Igen? Persze. Hát van kitől tanulni a viccet, de igen, az érdekes egyébként... Igen, mondtam is az anyukájának, hogy fogja vissza magát. Igen, tudom, de erre gondoltál? De pontosan erre gondoltam, hogy ez nagyon érdekes, hogy a Norvi nem nagy képű. Vannak emberek, akik úgy, mit tudom én, elmentek egyszer-kétszer a birkózó szőnyeg szélén, és akkor olyan egójuk van, hogy az csak nap. Ezt én sem értenék, hogy valakiről vagy írtak egy cikket, vagy valamelyik, és akkor már nem lehet, hogy én nem értem ezt a dolgot, mert azt gondolom, hogy azon kívül, hogy én az én területem, hogy bevállaltam, teszem a dolgom, és azt úgy teszem, hogy teszem. Igen. És az eredmény az egy dolog, de attól függetlenül nem vagyok senki más külön. Tehát nem három kezem van, négy fejem, itt tudom én, tehát én ugyanúgy ember vagyok, ugyanazok a napi szükségleteim, ugyanazok, nem értem, hogy miért gondolja bárki is, hogy többet ér bárkinél. De figyelj, most csak úgy mondom neked, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én jobban látom most a Krisztit, mint te. És láttam, hogy így vett egy nagy levegőt, és dicsérni akart téged. Szerintem most adjuk meg ezt a lehetőséget neki? Hát, ha mindenről beszélni akar. Nem, szóval... én először is nem szeretem, ha engem dicsérnek. Igen. Hát, meg ez egy dolog, de szembe az ember által. Igen. De nekem dicsérnek téged, nem neked. Hát most. De szereti a Norbi a dicsi, de hogy nem szereti. Állandóan dicsérgetnem kéne. De azt nagyon akkor szeretném. Most légy szíves. Máskor is jössz. Egy opuszt légy szíves. De hogy nem szereti. De hát melyik ember nem szereti ezt a dicsérgetést? Érdekes, mert például tessék a megismerkedés, hogy én is először, különben azért azt gondoltam a Norbiról, még nem ismertem meg őt teljesen, hogy fönt hordja mindig a fejét, hogy akkor ő most mit képzel magáról, és hogy ő most milyen beképz, de közben nem. Tehát megismertem őt, és egy nagyon jó fej. Tehát van humora, jó lelkű, kedves, de tényleg. És nem szorongtál, hogy egy ilyen jó nővel itten megpróbálsz valami kapcsolatot létesíteni? Furcsa, hogy nővel. Nem, hogy egy ilyen kivételesen szép és csinos nővel szólásszor. Figyelj, az én életemben annyi szép és csinos nő volt, a külső tudod, mennyi számít semmit. Semmit. És az elcsépeti a belső, de nem tényleg az, hogy az ember megérti a másikkal magát, hogy ugyanazok a gondok és problémák vegyék körbe őt is, mint téged, az, hogy meg el tud mondani, hogy olyan dolgon, akkor meg tud vele beszélni, el tud neki mondani ezt a dolgot. Aki nem akar, nem hogy ugye elnyomja, de ő is akarja, hogy föléd kerekedjen. Tehát ezek egy furcsa dolgok, ez a párkapcsolat. Nekem az élet úgy hozta, és nem örömmel mondom, hogy ez a kapcsolat, ez emberileg is nagyon erős. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy tetszik egy férfi. Az előző két kapcsolatban az volt a baj, hogy ők azt mondták, hogy én elnyomom őket. Az eredmény, az egyik a sportból jött ki, a másik az a művészvilágból, a szélszerűs. Egy idő után azt mondták, hogy én elnyomom őket. Nálunk ilyen nincs. Tehát ő civil szférába jött, és ő nem érzi azt, hogy de eddig én sem éreztem azt. Most azt, hogyha én valamiben tehetségesebb voltam, és sokat is tettem mindig, akár a színészetben, akár én mindig maximálisan készültem fel, mert míg sportoltam, nem tudtam, hogy az ellenfelem hogyan felkészülve, tehát mindig a maximum. Nem adta meg a lehetőséget arra, hogy ő többet csinál, mint én. A színészetnél ugyanez volt, tehát nem tettem meg azt, hogy nem készültem fel maximus, mert a partnereimmel nem tettem, hogy nem tudom a végszót, vagy kihagyom, vagy nem tanulom meg a szöveget, tehát az milyen dolog, érted? A tehát ez a mérkőzésen növényi számára. Őt látják éppen a képen. Kicsit borzas hajáról és a mezén combon futó csíkról könnyen felismerhetik. Ledöntéssel
mögé került Növényi 1-0. 2-0. 2-0 tehát. Két perc telt el az első harmadból. Hogy mit jelent ez az akció? A szovjet Kanyigin és a svéd Anterson két ilyen szuperklassz és két mérkőzése nem tudott akciót, és Növényi most egy perc alatt másodszor kerül ellenfele mögé. 3-0. Második perc közepén. Nagyon-nagyon megnyugtatónak látszik egyelőre a helyzet. Hatalmas magyar kórus bíztatja Növényit. 20 másodperc van hátra. 4-1-re vezet. 15 másodperc. 10 másodperc. A közönség már velünk együtt számol szinte kórusban vissza. 3 másodperc. 2-1. Nándin kívül van még egy fiad és egy lányod, a Xenia és az ifjabb Norvi, de előbb ezzel a szép asszonyjal szeretnék egy pár mondatot nekem váltani, hogyha lehet, igen. Ja, hogy te akarsz vele váltani. Hát beszélgetni majd szeretnék vele, hát úgy van most, hogy de te is tegyél fel egy kérdést. Nem, ő nagyon-nagyon nagyszerű az ő érzéke ahhoz, hogy kell bánni. Veled. Így van. Én vele igazából nem is lehet összeveszni. Veled. Már az utóbbi időben el van szállva egy kicsit. Már nem, el van ilyen. Nem. Ő nagyon jó tud velem bánni. Tudja, hogy mikor kell most hagyni engem, mikor kell. Tessék? De nem is egyszerű. Na, Krisztina, úgyhogy nem egyszerű. Jó a tűrőképességem. Figyelj, azt mondd meg nekem, hogy ezt a Norbi, ha akarja, vagy te, ha akarod, akkor ragozzátok. Én csak a zárójeles tényt említem, hogy voltak bizony nehézségek az utóbbi 1-2-3 évben nálatok. Hogy erre te hogy reagáltál? Hát először te mondd el, aztán utána majd a Norbi is elmondja. Tehát, hogy megjött az, hogy most rosszabb a helyzet, most nehézségek vannak. Megtudtad, mit csináltál aznap? Hogy reagáltál, és változtatott-e valamit a te hozzáállásodon, életeden, napodon, heteden? Hát az életemen változtatott, meg persze a mindennapjainkon is. Hát nem jól érintett, az biztos, de mivel, hogy tényleg én egy olyan típus vagyok, hogy így elég jó a tűrőképességem. Azt tudni kell, hogy a Norbit megismertem, tehát nekünk ugye elég így felgyorsult a mi kapcsolatunk. Tehát olyan, mint ha 1000 éve ismertük volna már egymást, és így gyorsan zajlottak a dolgok, de jól is ment minden, és akkor nagyon bejött ugye ez a... Nagyon szép a feleséged, ezt csak úgy mondanám közben, bocsánat. Bejött ez a... De nem zavar, hogyha így teszek ilyen megjegyzéseket. Nem, én ezt tudom, tehát nem tehát ez teljesen objektíven, tehát teljesen ilyen, igen, bocsánat, igen. És akkor bejött ez az ügy, ami nem olyan jó. Hát igazából már az 4-5 éve. Ez már 8. lassan. Tehát... Hát nem haladtunk, tehát nagyon nehezen haladtunk előre, és én még úgy érzem, hogy hát talán most már egyenesbe leszünk, de tényleg, tehát én szerintem ezért nem is tudok annyira megnézni. De az, hogy te egy csöpben vagy a Norbival, és egy oldalon, és egy pár vagytok, szóval ez egyáltalán hát a jóban, nem. A jóban, rosszban én úgy érzem, hogy az biztos maximálisan ez ott maximálisan vagyok, ez nagyon jó. És ebből még kiemelhetjük, hogy a rossz az több. De tényleg. Egy hugod véletlenül, vagy egy... Több hát hugom, van, az pont nincs, öcsém van egy, nővérem van négy. Na jó, igen. Nagyon nem, csodálatos tényleg, természet. Tehát az, nem, mondani, nem szerencsésen pont abban az időszakomban jött be, amikor rám zúdott egy csomó gond és probléma. A jó kis barátok miatt természetesen. Igen, mert és, jó hiszeműen és jó hát szívűen. Hát a Nándika végül is most ebbe született bele, mert ő 9 hónapos volt. A lényeg az, hogy igen, tehát én nem tudok úgy veled beszélgetni, hogy te engem be akarsz csapni, átvenni, tehát én nem tudok így, és ebben mindig belesek ebbe a hibába, hogy én úgy állok az emberekhez, hogy mindahogy én, tehát azt gondolom, hogy ők is úgy viszonyulnak hozzám, mindahogy én feléjük. Tehát, hogy aki egy régebbi ismerős, vagy régebbi haver, az nem akarna téged megvezetni. De igen, de megtörténik. Hát ez ugyanígy történt. Így van. Nagyon nehéz helyzetbe kerültük, úgy is mondhatnám, hogy mindenünket elvesztettünk, és teljesen padra kerültünk, és próbáltuk a dolgokat úgy oldani, hogy menjen, de mindig valamilyen módon belőtt. Kriszti egy pillanatra sem ingott, meg számáltad azt rajta, hogy
azt mondta, hogy hú, ez... Nem is ezért is, és nagyon becsülöm őt, és... Hát nekem kellett, bocsánat, elviselni azt, hogy a Norbi igazából sokszor tényleg agresszív volt, úgy jött haza, hogy tehát mindig... Tehát, ideges, hogy morcos és, volt, így mondjuk, mert nehogy az legyen, hogy vertéged a Norbi-vájt. Nem, de igazából nem nagyon lehetett hozzászólni, az biztos, és én vagyok az, aki mindig nyugtatgatja, meg akkor vonuljál félre, de tényleg nem, tehát én nem emeltem föl, hogyha ő fölemelte a hangját, én biztos, hogy nem emeltem fel. De most figyelj ide, tehát igazából... az, hogy szép vagy, meg kedves, szóval, de ez a természeted, tehát ez tényleg ilyen csodálatos természeted van, amit nem csak mostanról tudok, hanem most már azért egy párszor voltam nálatok, és tudom, hogy milyen vagy, hogy de csak úgy voltam nálatok, hogy te is ott voltál. Ezt most már nem tudod kikorrigálni. Az a lényeg, hogy ez a természet, ez a hozzáállás, ez köszönhető ennek a nagy családnak is? Tehát, hogy ilyen sok test, igen? Igen, mert például tényleg mi nagy családból származok, de mi egy összetartó család vagyunk. Én például a szüleimet soha nem láttam vitatkozni, tehát ők nem veszekedtek. Uh-huh. Szerintem, hogyha vita is lett volna, tényleg akkor apám is a munkába ölte magát, meg hát anyu el volt foglalva, hogy állna a főzéssel, meg velünk, de szerintem mi teljesen jó nevelést kaptunk. 14 gyerek, csak az szeretetet. Az egy óvodai csoport. Az egy tartalékos voti csoport. Az abszolút. Hát az odafigyelés. Egyébként tényleg nagyon jó a természete. A nagyon jó, a gyerekkel türelmes, velem is türelmes, ha van két gyerek ilyenkor. És van ilyen, hogy karácsonykor például összejöttök, és akkor így a család, a hát persze, van. Mert az ajándék van, régebben az nem volt, lehet kevés. Mikor édesanyja még élt, akkor összejöttek, és ott 50-70 ember volt egyből, és akkor még a családnak a csak része volt meg. Hát nekem a nagyobb ünnepeken években keresztül megtanultam, hogy ki kicsoda egyébként, el kell, hogy mondjam neked. Mert amikor összejöttek egy ilyen összejöttelni, ez nem volt egy semmi dolog, de ez annyira gyönyörű, tehát ez borzalmas jó dolog. De hogy hallottam is a beszélgetés, hogy annak idején az emberek nem nagyon szerették, ilyen rendesen vicces, nem nagyon szerették az emberek a nagy családokat, és ha bármi gond volt a környéknek, akkor mindig őket próbálták okolni, meg mit tudom én. Egyébként ez nálunk is ilyen volt, pedig mi csak hárman voltunk testvérek. Nekem nagyon tetszett, hogy te ugye van neked a Xenia lányod, meg van még a Norbi fiad, aki ilyen MMA-s, az arról majd azért beszéljünk, hogy ő milyen szeretettel beszél róluk, és tulajdonképpen így menedzseli, hogy van, tehát hogy ugye a család tagjaiként irányodban. De ő, a Nonót meg a Xeniát? Igen. De ő mindenki, hát a testvéreinek a gyerekeit is minden, tehát ő mindenki. Hát én őket ugyanúgy tekintem. Hát a Nonót, mint a gyerekemet, a Xeniát meg majdnem, mint a nővérem, és nem a hugomnak, testvéremnek, meg most már megszületett a Norbinak a kisunokája, 2 éves, tehát én teljesen, én így bevonzom őket is, tehát jóba vagyunk, nem volt soha semmi. Xeniát is nagyon szeretem, gondolom ő is engem, mert amikor megismerkedtünk, akkor úgy elsőre megvolt az összhang. De az érdekes egyébként, hogy a Kriszti nem egy ilyen pedálozós típus, tehát nem smúzol meg, nem ízés, mégis olyan nagyon szerethető. De pozitív is egyébként, de a gondolkodás mondja, most nem fogom így dicsérni ám, de szerintem most provokálom. Nem fogom a szemébe dicsérni, hát azért vagyok vele együtt egyébként. Nekem dicsérjetek. Ne, hát nagyszerű ember, hát bár ő lett volna az első, akivel őszintén van, és akkor nem lett volna az életem egy csomó minden olyan. Most egyelőre így működünk, van egy közös gyönyű gyerekünk, aki szintén még összefog minket, neki ugyanolyan természetem, mint az édesanyjának egyébként. De most ne legyél már Morci. Unatkozik azt. Nem unatkozik, ő nézi ott a műsor. Nézd a műsor. De ne, na, nagyon, most mondom neki, benne volt, hogy most hát most abban nem akarok megérteni. De egyébként meg nagyon jó humorérzéke van neki is, és vagán, tehát nincs meg. Most ilyene van sajnos, hát ez a kor, ez ilyen. De ha megcsikizem, akkor mindjárt elneveti magát, igaz? Mondom én. Ti szoktatok az iskolában ilyen vicceket gyártani, hogy valakivel kitoltok, vagy pedig vicceket mondani, ilyesmiket szoktatok? Tehát ilyen vidámkodni a suliban, vagy csak nagyon komolyak vagytok? Hát most a Nándinak bocsánat, hogy megszólalok újra, igen. De neki most új, ugye most neki, ő az első osztályt ugye ott kezdte Orosházán. Aha, igen. És ugye most neki váltottunk, és ott kellett hagyni az összes havert. Aha. Igen, nekem csak egy mondat, azt mondja, apa. És nem olyan mondott, hogy megint költözünk. Csak egy volt szegénynek a hozzáfűzni valója. Tehát ő most nagyon felnőttesen ismerkedik most újra a gyerekekkel, de azt mondta, hogy lesznek barátok.
nagyon, nagyon, nagyon komoly tud lenni, és olyan szövege, mint egy felnőttnek. Már most helyette beszélünk, mert nem tudom, hogy mi bajod van most. Nem, semmi baja nincsen. Hát ő most tudja, nem volt most soron ő, és akkor nem dumált. Ez teljesen jó. Azt a Nándiról már tudjuk, hogy jó tanuló, azt is tudjuk, hogy most éppen nem ilyen túlzottan, ilyen extrovertált, nem akar most nagyon, ne, ilyen szavakat használok, igen, hogy nem akar nagyon nyitni. De viszont van ugye a Xenia, és van a Norbi, hát kezdjük a Norbival, aki ugye hát egy ilyen szörnyű kemény sportot űz, MMA, ugye mondhatjuk ezt, MMA, hogy MMA, ugye? Ez a kevert, igen, mindenféle, igen, igen. Szóval, és nem is akárhogyan. Na most mi újság van vele? Tehát elkezdte, és hol tart most? Kérek szépen, Norbi már, mikor innen kiment, már utánpótlásban a világbajnok volt, tehát ő egy gyerekkor óta sportol. Igazából az első versenyt csengettem, 12 éves korában volt neki is az első versenye. De már az MMA lett volna? Nem. Hát ő birkózott, kungfúzni járt, de jövő kosorazott is, kézilabdát, hát rengeteg mindent csinált, úgy, mint hogy a lányom is, az is hokizott, korcsolyázott, tornázott, sőt, táncol, akrobatik rock'n'rollt csinált. Tehát én nem akartam, hogy egyet, amit ő majd kiválaszt magának, akkor csinálja ezt, és ő úgy döntött, hogy ezt kiválasztotta magának, az MMA-t, és most abba jeleskedik. Egyébként ő is nagyon jó tanul, nagyon már 10 éve zongorázik az iskolába, az előzőjén ott koncerteket is adott, és kitűnő tanul egyébként. De ez nagyon érdekes, és nem, hogy zongora koncertet, és utána bemegy, és ott hát itthon, itt járt, ilyen... föllépett énekelni is, meg táncolni, a Pintácsi Vikihez járt, a Szandinak a testvérehez, így van, és nagyon élvez, és nagyon szerette, csak hát azért úgy hozta, hogy ugye kimentünk az édesanyjával, és ő kiment, most már negyedik éve van kint Angliába, és ott egy nagyon komoly csapatnál van, ahol tele vannak UFC-seken belátósokkal, ez a világ két legnagyobb szervezet ebben a sportágban, de ebben is akkor ott készül, és hát nyeri folyamatosan a versenyeket. De nekem ez mindig eszembe jut, hogy hát azért ott lilára velik egymást, illetve hát legalábbis az egyik a másik. Hát most ezek szerint a fiad, a Norbi az, aki többnyire győz, ugye? De hát igen, de ez ilyen sport, tehát ez a csodálatos, egyébként ez egy ősi sportág, hiszen az ókori olimpián a pentatlonban az utolsó szám volt, és Pankráció néven futott. Ebben nincs semmi, ez egy bonyolult, összetett felkészülést igényel nagyszerű férfi a sport. De már a nők is egyre többen csinálják. Bizonyos fokon túl azért ez elég veszélyes. Nem, figyelj, én azt gondolom, hogy ez sokkal őszintébb sportág, mint például a labdarúgó, ahol futsz is hátról oda rúgnak. Itt szemtől szembe vagy az ellenféllel. Uh-huh. És próbálsz olyan helyzet teremteni, hogy feladásra kényszerítsd az ellenfelet, vagy hogy lekopogja. Kemény sport, persze, hát nagyon kemény, nagyon fájdalmas tud lenni, amikor a kis kesztyűvel odaütnek, meg rúgnak, meg folytogatnak, meg csavarják, feszítik, meg folytogatnak a kezedet, lábadat. Persze nagyon durva és összetett volt, de ez is a szépsége is egyébként. Hát te is ilyen ketrecben, a ketrec az már egy show, az már csak a körítést, uh-huh, ugye? Paramet cirkus, tehát kenyereti cirkuszt a népnek, ez az, de egyébként meg stringbe is szokták csinálni, de látványosabb, hogyha ketrecben. Ezt te is csináltad, itt most közben vetettem, tehát te is MMA-ztál, ugye? Igen. Többek igen. közt, mert ugye igen. volt a birkózás, és akkor utána... Kickbox volt, aztán MMA, és a grappling. Ez elég érdekes azért ez az MMA, mert azt te ezt már azért a 40 után csinálgattad. 52 évesen nyertem a világbajnokságot, igen, már akkor 52 volt. Most, hogyha jönne valaki és azt mondaná, hogy Növényi úr kap $1 millió, álljon ki a mostani világbajnok ellen. Azonnal megyek. Hát azonnal 1 millió dollárért azonnal megy, de én biztos, hogy lebeszélném róla, de hát ő... Én azonnal 1 millió dollár, viccesz. Én amúgy 52 éves voltál, amikor volt a... ketrec harca, én ugye akkor ismertem meg a Norbit, és én igazából őt akkor láttam élőbe. Uh-huh. Hát és én rosszul voltam, tehát. Hát igen, de szerencs, hogy élőben is maradtam egy csután, nem? Igen. Azért itt vannak kockázatok. Hát egy rossz mozdulat, szóval én ezt hát nem van, mondjuk igazán. Nem volt egyszerű, mondjuk nem, hogy az előző meccsen volt az, amikor az orrom eltört, illetve hát az orrom nem tört, a fülem tört el, az orrom kicsit, meg hát kezemet nem tud mozgatni. Hát azért az kemény ez az ember. Na de figyelj, most egy rossz mozdulattól, most legyünk őszinték, tehát egy rossz mozdulattól meg is hallhat valaki, tehát egy torkorúgás, de hát miért? De ne, hát ott is van szabályok, szemelt, ágyékot nem lehet, meg gerincet nem lehet támadni. De
persze, hát ez egy kemény sport, egy férfias sport, hát küzdenek, harcolnak ott az emberek egymással, hogy legyőzzék, mert persze, de tudod, itt ebben az érdekes, hogy pszichésen föl vagy készülve arra, hogy kaphatsz nagy ütés vagy drúgást. Tehát ez egy normális dolog. Ha váratlanul kapnád ugyanezt, akkor az végzetes lenne. Tehát ezért de mondod, hogy a fölkez... fociban ott az egy hát csúnyám az, a, dolog. Hát hogyne, hát durva, vagy egy kézilabdá, sokkal durva, amikor fölugrik, és akkor a levegőben megtolja a gerincét hátulról, vagy belenyúl a szemébe, utána rúg a focinál, ugyanúgy föntről ráfejel, tehát az sokkal, sokkal veszélyesebb és alattomosabb. Hát azt láttam ilyet ilyen egyszer, hogy ilyen nyíltörése volt a srácnak, akit felrúgtak így elég. Hát igen, hát most gondolj bele, hogy mész vissza, de hátulról megkapsz egy olyan, amire igen. Nincs főkészülve a szervezet. Tehát azért az sokkal, sokkal alattomosabb, de sokkal őszintébb ez az a sportlát. Norbi fia Angliában hosszasan tervezi az ottmaradását? Igen, most igen, úgy, igen, hogy... igen. Hát most már a negyedik éve van ott, ott jár, most már a szemező gimnázium, vagy középiskola, nem is tudom, hogy melyik. Ő most hány éves? Hát ő már... Most ez 18. Most ez még csak 18. Hát ő még tulajdonképpen még mindig nagyon a kezdetén lenne ennek az MMA-nak. Igen, és... igen, igen. De már ilyen felnőtt versenyekben, vagy nem tudom, valami hát hasonló. Hát igen, de amatőr szintet, tehát profilban még nem mehet, majd csak 18 év után, illetve hát a kinti amerikaiaknál 20 év alatt nem is mehetne. És kecsegtetik és egyébként őt, hogy... Hát nagyon-nagyon tehetséges, és nagyon jó, és olyanokkal edz, olyan emberekkel edz, akik a felnőtt versenyeket nyerik már, és... teljesen sparringban van belük, tehát... De és ez egy emberi közösség is, ugye, mert hallunk arról, hogy menedzselnek, tehát tényleg hogyne. Emberként is törődnek veled, és ez. Ilyen baráti közösségként működik hát, egy ilyen csapat. Az egyéni sportág, attól még ez a csapat, de mellette kell az edzőpartnerek, ez bármelyik küzdő sportágban nem, így van, tehát a közösségnek az ereje az nagyon fontos és lényeges, hogy érez az ember, hogy ott vannak mögötte, tehát hiába vagyok egyet a kettesben, azért nekem tudnom kell, hogy mögöttem akarják az én győzelmemet, és ezért ők drukkolnak és segítenek. Adják az energiát. Tehát ők a magánéletben is egy ilyen csapatot, tehát hát barátilag is van valamiféle közük. Az, hogy ott hogy működik, nem tudom. Nálunk régen így volt, ma már sajnos ez is eldurvult, mert régen lementünk az edzésre egy órával előtte, ott maradtunk edzés után, még úgy hülyeskedtünk, még hétvégeken közösen haverok együtt mentünk el szórakozni. Ma már sajnos ez nem ennyire ilyen ez a dolog, de ugyanúgy közösség teremt egyébként maga a sport is. Kriszti, te ott hagytad ezt a kis csapatodat, egy darabot a lelkedből. Hanyan voltak ezek a zumbások? Hát 20 és 30 között. És arányaiban fiúk-lányok hogy voltak? Nem, fiúkat azt nehezen tudok, nem tudom, valahogy nehezen jönnek, pedig szerintem nagyon sok fiú szereti a zumbát, mert látom, hogy szeretik, főleg hát így a külföldieknél látom. Hát arról nem beszélve, bocsánat, hogy miért, a Viktor... Miért olyan nehezen lehet őket bevonzani, nem tudom. Aha, tehát ugye a Viktor kollégám, ő irigylésem előtt, hogy ilyen 5-10 ilyen csinos lányat mosolyogva körbeveszi, ölelgeti, stb. Uh-huh. Tehát ilyen csodás közösségben tehát zajlik így fiú, azért. Fiúkat nehezen. Igen. Na igen, most... de amúgy meg a korosztály az meg teljesen vegyes, tehát a 20 évestől még 60 éves is volt az órámon, és nagyon szerettem őt, tehát a hölgyek. Sport, így van. És ezzel a csapattal most mi lett? Tehát hogy tartod velük a kapcsolatot? Mert gondolom, hogy, hát, hogy ez az ő lelkükben is egy kis sebet jelentett, persze, hogy eljöttél. Persze. Hát van egy oldalam, és akkor meg hát, igazából persze elbúcsúztam tőlük, tehát... Hát órát azt sajnos nem tudtam tartani, mert itt is nekünk váratlanul jött ez az egész, de megígértem, ha megyek, mert fogunk menni, mert azért fogunk mi arra fele menni, akkor fogok tartani nekik, és akkor bepótoljuk azt az elbúcsúzást egy órával. Hát az oldalamon ott tudunk beszélni. Már milyen oldaladom? Hát a közösségi oldalon. Ja, Facebook oldalon? Van egy milyen aranyos, hogy mondja, hogy közösségi oldalon, mert tudja, hogy nem nagyon szabad volna, én ezt soha nem fogom megérteni, amikor azt mondják, hogy News is magazin, meg az embert is. De most már mondjuk, de sokan mondják, hogy Facebook, de most nem. Hát, de őt megviselte őt is, persze, hát ugye a barátságok alakultak ki, jó, és őt már ez a második olyan dolog, amikor fölállított valamit, és akkor végül is én miattam mennie kellett és hagyni. Ez nehéz. Tehát ezek a dolgok is mind olyanok, ami miatt én őt sokra tartom. Na most figyelj, itt a Dunakanyarban, Dunakeszin, ugye van ez a növényi akadémia. Igen. És tápolod, rendszeresen hát, tartod hogy, velük a kapcsolatot, edzel is, meg stb. Nem minden, hát most nem tudtam edzeni, mert 230 km-re voltunk, de előtte igen.
Előtte igen, hát tartottam edzést a Birkhoz, a gyerekeknek is jönnek át, de minden napi kapcsolatban, vagyok, pedig viszont figyelemmel kísérem a gyerekeknek a fejlődését, a versenyzését, stb. És most, hogy visszajöttünk, most majd fogok edzéseket is tartani, sőt, hát viszont a gyereket is majd magammal természetesen. És hogyha a srácok jönnek azzal, hogy Norbi bácsi, ez meg az volt a suliban, tessék megmondani, hogy mi legyen, akkor ilyen pótpapaként még tanácsokat is. Ez teljesen normál. Figyelj, egy edzőnek, egy jó edzőnek egyébként, szülőnek kell lenni, testvérnek, nővérnek, mind pszichológusnak, pszichiáternek, tehát mindennek kell lenni. Tehát a gyerekekkel ott kell lenni a mindennapi kapcsolatban, kell, akkor dühöngök, ha kell, akkor sírok, nevetek velük együtt. Tehát ahhoz, hogy a gyerek érezze, hogy megbízom benned feltétlenül, és elfogadja azt, amit te mondod, azért nekem ugyanúgy ott kell lennem, és aktívan kell részt vennem abban a kis életében, amikor oda lejön edzésre. Ráadásul ugye nem tehetem, hogy nem a tudásom legjobbát nyújtom, hiszen a szülő azért bízza rám, hogy a gyerek személyiségeben a lehetőségeket én ezt kibontakoztatjam, vagy útra engedjem. Tehát ezek fontos dolgok egyébként, és azért vagyok felháborodva sokszor, hogy 3 hónapos tanfolyamokkal is van az a mondás, hogy aki tudja, azt csinálja, aki nem tudja, azt tanítja. Magyarországon ez sajnos elharapódzott, és én azt gondolom, hogy ez bűn a gyerekekkel kapcsolatban, mert hogyha nem megfelelően foglalkozol a gyerekekkel, minden sportágra beszélek. Magyarországon az összes sportágra ez a probléma, akár a labdarúgásban beszéljük, akár az úszásról, az atlétikáról, a birkózás, ökölvívás, tehát sajnos ez egy általános probléma. Divatba jöttek ez a 3-4 hónapos tanfolyamok, és valaki lement egy-két hónapot edzeni, és ugye hát alkalmatlan volt, meg nem örült annak, hogy elfáradtak, hogy gyorsan elment, csinált egy tanfolyam, és akkor elkezdett edzéseket csinálni, tanítani, és hát el tudod képzelni, hogy akkor mire tanítottam egy, vagy hogy tanította ezeket a fiatalokat, vagy tanítja a mai napig. És ez viszont... Igen. És ez nagy mértékben is hozzájárt ahhoz, hogy ma Magyarországon csak 6-8% a közös sporton a fiataloknak aktívan. Hát ez borzasztó rossz arány. Nagyon. Borzasztó rossz nagyon. Arány. Hát az Európai Unióban az egyik, hanem a legbetegebbek vagyunk. Az össznépességnek csak a 20% a sportol, ha finneket nézzük, ott 70. Még Szlovákiában is 30-40% közös sportolnak. Hát, tudod, most mondta apu, hogy birkózni esetleg levisz téged. Érdekel a dolog? Nem. Most tudod, mit láttam? Ez azért mint nehéz. A Nono. A Nono is egyszer ugyanígy nyilatkozott a tévében. Mármint, hogy ő a Norbi, az ifjú, aki most MMA-zik. Nem, az a baj. Csak a kosárlabda, ez most meg MMA. Bocsánat, volt egy ilyen tévéműsorban is, már mindent nem akarom gondolni. A lényeg az, hogy a gyerek nem akart edzésre járni. És tudom, meg kiderült, hogy mégis szereti, mert már jár az iskolába. Tehát kiszámíthatatlan. Mint a fiatal, ő. De most az úszás, amúgy, most az úszás, a sok, ő is jár táncolni, meg mindent, miket csinált még. És a vízilabda azt tetszik, vagy csak az úszás tetszik? Úszás. Csak az úszás? És melyik úszás nem az, amit úgy szeretsz? Hátúszás, mellúszás. Gyors úszás, erre szereted? Gondolom. Próbálj meg egy kicsit a szeret kérdelni. Gondolkodni. Hogy szeretsz úszni? Gyors úszás, felelősségteljes válaszokat ad. Gyors. Gyors úszás. Krisztina, most van remény arra, hogy egy újabb ilyen zumbás csapatot összehozzál? Most igazából nem zumbát szeretnék, hanem majd egy teljesen akkor más egy nevű ilyen táncos csapatot, órát. Akkor egy más így jó. Van. Na, igen. Szalsza. De ugyanúgy táncos óra igen, lesz, igen. És nagyon jó lesz, és én bízom benne maximálisan, hogy még sokkal jobb lesz, mint a zumba, és össze tudom hozni. És ez hol lesz? Pesten, vagy Gyálon, vagy hol? Hát hol itt akar? Pest megyében. Pest megyében. Igen. Most még dolgozom ezzel az egészen. Figyelemmel kísérjük. És olyat nem tervezel, hogy a Növényi Akadémián egy-egy ilyen laza foglalkozást csinálsz a birkózóknak? Tartottam egyszer a fiúknak, és igen. Ott bokáig érő víz volt az óra végén. A fiúk végtáncolták az egy órát, nagyon megizzadtak, mert erőlködtek. Tetszett is nekik, és ugye nem tudták utánozni, de ők azért mozogtak, és tényleg állt a víz. Hát és tudom, ez nekem a felnőtteknek vittem, és direkt megkértem, hogy tartson egy órát. Brutális volt egyébként, tudod, hogy próbálják követni, hogy erőködnek, hogy koncentrálnak, és amit, hogyha egy kétszer-két órás edzést csináltam volna nekik, annyira egy olyan, mennyi volt, 20 perc, 25 perc körülbelül, vagy fél óra volt? Az órás volt? Várra nem emlékeztem, bocsánat, de brutálisan. 2-3 kilókat adtak le. És azt nem tervezitek, hogy jó. A lányokkal együtt összehozzátok őket? Tehát, hogy egy lánycsapat meg a fiú csapat táncolnak? Igen, de akkor olyan bulis lehet a történet. Meg a Norbit is mindig fűzöm, úgy, hogy táncolja, meg a Nándit is. És olyan érdekes, hogy nem, de azért, amikor otthon gyakorlok, akkor mindig ők is
Ugrálnak. Tehát ezt neked hétről hétre kell gyakorolni, hogy milyen lesz az órát, tehát fel kell készülni ugyanúgy, mint egy ilyen tematikus órára, tehát neked ezt mindig de, ki kell alakítani. Tehát az egy óra az alap, az megvan, ugye egy ilyen 15 szám általában egy óra, azért az nem kevés, 15 óra, és ugye az mindegyik más koreográfia, és akkor én ezt építgettem, tehát mindig egy-két számmal mindig újítom, és akkor ez így leválik. De én járhatok a Kriszti órájára? Szívesen megnéznélek, de neked be kell öltöznöd. Mivel ilyen balettruhában? Fodrosszoknyában. Ilyen abcsókosban. Nagyon szép leszel egyébként. Már látom előre. Na ezt ki fogom próbálni azért egyszer. Nem kell ilyen balettszoknyát felvenni. És nagyon komolyan mondom, először is mindenkinek ajánlom, mert brutális jó hangulata, már csak a zene miatt is. Ugye nagyon jó zenék vannak a latin zenétől kezdve körbe. És már csak ez ad egy jó hangulatot, és ráadásul megmozgat mindent a lábújtól, a nyakizolim, a válig, mindent megmozgat. Tehát egy nagyon jó dolognak tartom egyébként. Na, ha én lemegyek, akkor te is, akkor beszállsz? Én beszállok. Ha lemész, akkor is beszállok. De nem, szoknyát nem veszek fel. Jó, bocsánat, azt kérek. Norminak amúgy nagyon jó mozgása van. Azt hittem, hogy jól áll nekem, jól áll a szoknya, de akkor most ettől eltekintünk. Egy kicsit elfogult vagy a Norvival kapcsolatban. És ez érthető is. És ez érthető. Na hát akkor zárjuk ezzel a tanulsággal ezt a mostani beszélgetést. Jó, nagyon szépen köszönöm. Különösen köszönöm szépen Növényi Nándornak, hogy itt volt, és Noel, oké? Jó? Aztán Növényi Norbertnek is nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelt bennünket, és Krisztinának, Szabó Krisztinának, aki ugye itt a... Ebből gyere ki. Növényi úr, ebből hogy jössz ki? Aki itt a Növényi úr párjaként, és egyben ennek a csodálatos ifjúnak a mamájaként is jelen van. Nagyon szépen köszönöm, és azt kívánom, hogy ezek a táncos elképzelések, ezek minél előbb és minél sikeresebben működjenek. Köszönöm szépen. Most, hogy itt új életet kellett kezdenetek. Köszönöm szépen, hogy mi itt voltatok. Köszönjük. És megköszönöm a kedves nézők figyelmét is. Ennyi volt már a Párosan szép. Viszontlátásra.